Köszönöm szépen. Most érettségiztem, úgyhogy néhány dolgot már tudok. Az elsők mindig fontosak. Az első csók, az első bicikli, ezek mindig megmaradnak. Én emlékszem, amikor először láttam transvestitát. Az megmaradt. 13 éves voltam, és egy honlapon találtam egy képet, egy gyönyörű női test és egy pénisz. Egy hatalmas pénisz. Tudjátok, milyen megalázó látni 13 évesen egy nőt nagyobb pénisszel, mint amekkora neked van? Azóta minden lányjal szkeptikus vagyok. És ez nem egy olyan dolog, amit a szüleiddel megbeszélhetsz. Elég zavarba ejtő lett volna. Én akkor zavarba vagyok, hogy el kell sétálni valaki mellett az utcán. Amikor jön szembe egy csapat menőgyerek, vagy egy szép lány, aztán mindig van egy olyan gondot, ami átmegy az út túloldalára. Szereg, já? Ezért csak emberek. Igen, de ijesztőek. Dehogy, jól nézel ki, jól áll a hajat, kedvelni fognak. Na, és ilyenkor már később bármit is tenni, és muszáj elsétálni mellettük. És mész. Jó van, csak természetesen. Ne nézz a szemébe. Csak a lámpát nézd. Aztán elmennek, megnyugszom, jól van. De tudom, hogy amint kellő távolságba érnek, az egyik odafordul, a másik azt mondja, hogy te hülyén ment ez a gyerek. Nem szeretek másokkal veszekedni sem. Az a baj, mindenki izmosabb, mint én. Mindenki edzeni jár, meg egészségesen eszik. Olyanokat mondanak, hogy 10 kilométer lefutás után tele vannak energiával, és egy jó leső fáradtságot éreznek. Tudjátok, hogy nézek 10 kilométer lefutása után? Az vagy én sem. Lányokkal főleg nem szeretek veszekedni. Múltkor például sétálok a plázában, és volt költöm egy tipikus lánycsapat, aki ilyen rövid pólót hordanak, magas sarkú, és olyanokat mondanak, hogy ó, a szempillaspirál nagyon érdekes, vagy valami hasonló. És rengetegen voltak, alig lehetett haladni, és megszólalt az egyik csaj, hogy miért nincs egy sáv azoknak, akik sietnek, és egy sáv azoknak, akik csak nézelődnek? Mondom, jó, ezt jól kitaláltad. De akkor megszólalt egy másik csaj, hogy ja, miért nincs? Egy harmadik csaj, ja, tökre igaz. Annyira megértem, hogy én is elkezdtem helyeselni. Ja, jól mondtad. Csajszi. Mert ha egy lányjal összeveszel, akkor ő emlékezik rá. Amikor barátnőddel összeveszel, és kibékültek, és három nap után megkérdezed, hogy drágám, még haragszol? És kifakad, hogy szerinted haragszom? Ha? Szerinted haragszom? Szerintem igen. Egy csoportot ismerek a társadalomban, akik sose szoktak zavarba kerülni. Egy folyamatosan változó csoport, ezek a menstruáló nők. Ők leszarják. Sőt, ők teremtik a kínos helyzeteket, mint amikor futnak a mozgó metrót, és kiabálnak, hogy nyomd meg a gombot! Mindenki őket tűzik. Mi van? Nem tudom, nekem legnagyobb félelem, hogy egy sötét sikátorban összetalálkozok egy menstruáló nővel. Beugrik el. Szia, nem láttalak. Szóval semmibe veszel? Nem, csak sötét van. Dagadt vagyok! Nem attól félek, hogy szörnyek vannak az ágyán, hogy menstruáló nők ott fekszenek. Mondjuk, múltkor egyik barátom mesélte, hogy a férfiaknak is vannak ugyanolyan periódusai, mint a nőknél a menstruáció. De akkor mi van, üszdepresszió, és ez zabász, mint egy állat? Nekem az egész hónap így teli. Lehet, hogy én egy hónapig menstruálok. Mindig érdekel a téma, hogy hazamentem, és rákeresem, hogy férfi menstruáció. Senki ne keresse rá, hogy férfi menstruáció. Nagyon beteg világban élünk. És az eredeti cikket nem találtam meg, csak egy hírt, hogy Japánban egy 45 éves férfi tényleg menstruált. Tényleg? Láttam róla a képet. Zárásképpen szeretném még elmondani egy történetet, hogy is működik a mi szakmánk, hogy tegnap este nagyon izgultam a mai fellépés miatt, és úgy döntöm, elmegyek
egyet sétálni. Egy ilyen ikletadó sétálni, mert ez olyan, mint amit egy művész is csinálna. És kilépek a házból, 20 métert tettem meg, siet velem szembe egy kisgyerek, és kiabál, hogy jó napot, elvinne valameddig! Én, mondom, én gyalog vagyok, mondom, azt hittem, hogy... Azt hittem, nem értettem a kérdést, mondom, tessék! Mondom, elvinne valameddig! Mondom, miért? Azért, mert itt lakom az utca végén, csak nagyon kell kakilom, és nem biztos, hogy odaérek. Mondom, akkor fussál! És elfutott. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm.